a sorba, folyamatosan utalgatnak arra, hogy örüljünk annak, hogyha választásokkal demokratikus módon lesz elveszítve, vagy megnyerve a választás, és így fog megszűnni Orbán Viktor és a Fidesz hatalma. Egyébként pedig hát tudjuk mi, hogy mire számíthatunk, mondjuk ilyenkor mindig beújik az embernek az IFA plató és egyéb és lámpavasak. Elképesztő. Az a kérdés, hogy kinek optimális? Mert hogy Lajos azt mondta, hogy Orbán számára, de lehet, hogy igazából az ő számára, optimális. Nem. Számunkra nem, tehát az Isten tartsa meg jó egészségben a szultánt még sokáig. Na, tehát visszatérve arra, hogy miért nem vette meg a Jobbikot senki, hát lehet, hogy azért, mert ilyen remek nyugdíjas tagozata van, ugye, vagy pontosan hogy nem volt nyugdíjas tagozata, de aztán lett nyugdíjas tagozata, és ráadásul egy erős várat sikerült építeni. Na, egy rövid részlet következik Erős Erzsébettől, erős szavak, és utána megyünk tovább.